Kedves közönségünk, véget ért a cirkuszi ártfordító hét itt a Fővárosi Nagycirkuszban. Irodalmi alapú cirkuszi művekkel szolgáltunk a közönségnek, mégpedig a mindenki által ismert Shakespeare Romeo és Julia cirkuszi és irodalmi adaptációjával. Utána megrendezésre került a Rengeteg, és végezetül, de nem utolsó sorban az Egyenes labirintus című mű. Tekintsenek bele ezekbe az előadásokba. Egymásnak adták át a szerepeket, nagyon tetszett a könnyedsége a dolognak, hogy nagyon profik voltak a mozgások, és nyilván rugalmasság, könnyedség, erő, és az, hogy nagyon dinamikus volt, hogy fiatalok. A cirkuszi előadást is, meg a színészkedést olyan jól összerakták, az szerintem nagyon jó volt. Nagyon-nagyon tetszett, igazából egy ösztöndíj program miatt vagyok itt, mert a Róma és Júliát dolgozzuk fel, és nagyon tetszett, igen. Nagyon jó volt az előadás, nagyon élveztem, és nagyon izgalmasnak tartom ezt a formációt, és azt, hogy keverik a különféle színházi nyelveket, a mozgásművészetet, a fizikai színházat, a cirkuszi elemeket, az akrobatikát, szóval szerintem zseniális, ahogy ezt így összehozzák. Nagyon tetszett. Mindenki adta a maximumot, amit bírt. Hát nagyon jó volt. Az egész tetszett, a művészi kialakítás, minden. Tálatosan jó volt, és én teljesen el vagyok ájulva tőle, mert szerintem a világ bármely pontján megállna a helyét. Csodálatos, és nagyon örülök, hogy a cirkusz és ennyire a művészet felé tolódik el. Ez most már nem cirkusz, ez csoda. Hát gondolom a középiskolások, hogy most jöttek, nem rég vannak túl Pilinszkin, vagy így tudják, hogy miről van szó, úgyhogy ilyen szempontból most azt is beszéltük, hogy el kell olvasom a verset. Illetve lehet, hogy itt kellene maradni ezen a elemzésem, vagy nem is tudom, hogy megértsük, hogy mi történt. Gondolom ez nem véletlen van. A zene is nagyon tetszett, a Pilinszki versek is nagyon tetszettek, és hát a művészek produkciója.